volt. A 40. versenyszám, tehát az utolsó versenyszám a 400-as vegyesváltó megkezdődött Shanghaiban a világbajnokság utolsó napján, utolsó estéjén. És Tengkoktól az várható, hogy jó, hát benne van az 56 minden feszültsége, győzelme, ez a futam is, de talán az első helyen fogja tudni hozni a brit váltót a 8-ason. De Japán vezet, a britek előtt nem sokkal, aztán jönnek a németek. Hát Irie Riosuke úszik a japán váltóban, Nick Tomlin az Egyesült Államoknál, Helge Mayve a németeknél. Hayden Stöckl, Ausztrália. Ott középen az amerikai és a német váltó, tehát nagy harcban, de Japán mégis Irie révén az elsőként hozza a váltót Németország és az Egyesült Államok előtt. Hát mondom, nagyon meg kell dolgozni az amerikaiaknak azért, hogy esetleg aranyérmet nyerjenek, de Japán hihetetlenül erős. Mark Gengloff az amerikai váltóban, Kitajima Kosuke, gyúrtad a nagy ellenfele a japánoknál, most azt hiszem, hogy apait, anyait belefogadni. A német csapatban, a német váltóban Henrik Feldwehr, azért ő sem kisebb egyéniség, Brenton Rickard az ausztráloknál, most már negyedik az ausztrál váltó. Japán pedig vezet. Kitajima be fogja őket hozni az első helyre. A hatoson Japán, tehát fehér sapkában Kitajima egyel fölötte a németek, és még egyel fölötte az amerikaiak, de ott most már az ausztrálok is nagyon jönnek. Brenton Rickard, aki szintén szenzációs mellúszó. Kitajima révén a japánok az első helyen, az amerikaiak pedig csak a negyedik helyen fognak váltani valószínűleg. Japán, Németország, Ausztrália. Kitajima jól úszott, és Brenton Rickard talán még inkább. A pillangó úszás következik, a pillangózó 100. Fuji a japánoknál, Starke a németeknél, Michael Phelps az Egyesült Államok váltójában, és Geoff Jogil, Ausztrália. Azért itt arra lehet számítani, hogy Phelps behozza a hátrányt, és talán elsőként váltja majd az amerikai csapat utolsó emberét. Ott megy Phelps, ott repül a víz felett a fekete sapkás ember. És Fuji jön, Starke is jön, Hugill is jön, de ennek a támadásnak nem alig tudnak ellenállni. Phelps révén most már a második helyen az amerikai váltó, de csak a második helyen, mert Fuji a japánokat hozza. A gyorsúszás dönt. Japán, Egyesült Államok, Németország. Mekkora verseny. Micsoda óriási verseny. De itt talán most már az amerikaiaknak nem lesz gondjuk, mert a japánok nem tudnak olyan gyors úszót elő kapni gyorsan, de James Magnussen az ausztrál viszont kitűnő, de nagy a hátránya ott fönn a kettes pályán, és így már Nathan Adrien az első helyen nagy fölénnyel az amerikai váltót hozza. Szó nincs a világcsúcsról, itt most már csak az aranyérem a kérdés. Magnussen még egy irdatlan szívszaggató hajrát megmutat. James Magnussen hozza az ausztrál váltót a második helyen, meg tudja előzni az amerikait az utolsó centimétereken. James Magnussen a kettesen, mekkora hajrá, uramatyám, de nem tudja megcsinálni. Ekkorát hajrázott, te jó ég, James Magnussen. Első az Egyesült Államok, 3:30. A 400-as vegyesváltó végeredménye, az utolsó döntői, az utolsó...